Mit tegyünk akkor, hogyha Jamboardos meghívót kapunk a tanárunktól egy online videó megbeszélés kapcsán? Ahhoz, hogy ezt be tudjam mutatni, ehhez itt a bal oldalon van a diáknak a képernyője, jobb oldalon pedig a tanárnak a képernyője. A tanár elküld egy linket, ami megjelenik a mi chatablakunkban, és ezt meg tudjuk nyitni. És abban a pillanatban megjelenik számunkra ugyanaz a képernyőkép, mint egy okos tábla, ami a tanárnál is van. A tanár, ha magyaráz rajta valamit, például mutat valamit a lézer mutatójával, akkor az meg fog jelenni a mi képernyőnkön is, most ott láttuk. Hogyha valaki összehúz két számot, akkor az a mi képernyőnkön is meg fog jelenni. De ugyanúgy mi is meg tudjuk mindezt tenni, hogyha használjuk a Jamboardot, most egy kicsit próbáljuk ki, tehát hogy például a tanártól azt a feladatot kapjuk, hogy párosítsd az összeadások eredményét, vagy az összeadásokat az eredményükkel. Rákattintunk itt a nyílra, és megfelelő kis téglalapokat vagy négyzeteket egymás mellé rendezzük, és ezzel már is ugyanaz látszik a mi képernyőnkön, mint a távoli számítógépen a tanár képernyőjén. Ha azt mondja a tanár, hogy lapozz át a második oldalra, akkor egyszerűen csak itt átmész a másodikra, és mondjuk azt a feladatot kapod, hogy jelöld be a 63-at a számegyenesen, akkor kiválasztod a tollat, mondjuk egy zöld színt, egy filc tollat, és a 63-hoz húzol egy vonalat. És a tanár is ezt meg fogja ott kapni, tehát látja, hogy te ott tudtál dolgozni ezzel, és megfelelően tudtok együttműködni. Ha bármilyen más feladatra van szükség, tehát törölj le valamit, azt is lehet a Jamboardban, lehet az elemeket mozgatni, mint bármilyen más szerkesztő felületen, vagy lehet új ilyen kis öntapadós jegyzeteket készíteni, tehát mondjuk az a feladat, hogy az 5-höz készíts egy másik összeadást, akkor készítünk egy új jegyzetet, és akkor ez is ott elkészült, ezt oda tudjuk rendezni a megfelelő helyre. Tehát amit a tanár tud az okostáblán, az online okostáblán csinálni, azt mi is meg tudjuk. Vagy tudunk például képeket feltölteni a már ismert módszerekkel, vagy mi is tudunk lézermutatót használni, és hogyha mi használunk valami lézermutatót, akkor azt a tanár is fogja látni az ő képernyőjén. Tehát nagyon jó együttműködési eszköz ez, például a Hangouts beszélgetések alatt.